A Magyar Arany Érdemkereszt díjjal ismerték el Tormási Géza nyíregyházi önkormányzati képviselő munkáját. Az állam a politikus kiemelkedő közéleti munkáját és az egyházi oktatás újjáépítéséért tett tevékenységét ismerte el. Erről is szó lesz a 35 perc mai adásában. Üdvözlöm Önöket, nézzük a teljes kínálatot. A bűnmegelőzés napja. Tematikus programokat tart a rendőrség. Emléktáblaavatás, az egykori zsidó közösségre emlékeztek Demecserben. Kitüntetés, a Magyar Arany Érdemkereszttel ismerték el Tormási Géza munkáját. Április 12-én, azaz kedden tartották az Országos Bűnmegelőzési Napot. A rendőrség ilyenkor kampányjellegű programokkal látogat el különböző intézményekbe, ahol a bűnmegelőzés fontosságára és a különböző bűncselekmények típusaira hívják fel az emberek figyelmét. Hogy hogyan is változnak ezen a területen a trendek, és hogy mi a helyzet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, arról dr. Kovács Attila, a megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője világosít fel bennünket. Jó estét kívánok, köszönöm. Jó estét kívánok. Egyáltalán mióta létezik bűnmegelőzési nap Magyarországon? 2011 óta, ugyanis a kormány akkor hozta létre a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsot, ami gyakorlatilag a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiának a végrehajtásának a fő letéteményese. Ez a szerv, amely koordinálja az egész országban, nem csak a rendőri vonatkozásban, hanem önkormányzatnál, minden civil szervezetnél a bűnmegelőzés irányát és a végrehajtásnak a módját. Ezek szerint 11 éves múltra tekinthet van, vissza. Ez már alkalmas arra is, hogy az eredményeket is meg tudják nézni, hogy van-e valamilyen gyakorlatban tapasztalt haszna. Így van. A stratégia azt letelt, tehát 10 éves időszakon túl vagyunk most már, most a következő 10 évre terveznek. Nyilván vannak trendek, vannak változások, amelyeket figyelembe kell venni. Még nem tudunk túl sok mindent ezzel kapcsolatban, de azért nyilván akik ezzel foglalkozunk, tudjuk azt, hogy körülbelül mire lehet mégis számítani. Mégis elmondhatjuk, hogy az utóbbi években, vagy talán egy évtizedben csökkent a bűncselekmények száma. Ez abszolút így van, ez az országban is igaz, a megyénkben is igaz is, és itt ténylegesen látványosan csökkenésről beszélünk, hiszen nem az van, hogy számmisztika vagy számháborúval bonyolódik a rendőrség, hanem ténylegesen érdemben változott, úgyhogy, és vannak olyan bűncselekmény típusok, amelyek gyakorlatilag szinte megszűntek, hogy éppen alig van belőlük némelyik. Persze vannak változások, van olyan bűncselekmény kategória, ami korábbi időszakban nem volt, vagy nem volt olyan számban jelen, mint manapság. Ez törvényszerű az életvele járója, de összességében abszolút pozitív a mérleg. Ami viszont, ha már itt említi, hogy új típusú bűncselekmények felbukkantak, tipikusan ide sorolható a kiberbűnözés. Abszolút így van. Bűnözés. Ezen a koronavírus okozta időszak nyilván nagyot lendített, hiszen a cybertérbe költözött, tehát az oktatás, sokaknak a munkája is, de egyébként is vele járója lett volna valószínűleg a fejlődésnek az, hogy ebben a szegmens, életezen szegmensében jelennek meg új típusú bűncselekmények, vagy inkább nagyobb számban jelennek meg, mint korábban. Mik a jellemző bűncselekmények ezen a területen? Kik a legveszélyeztetettebbek, vagy melyik azok a területek? Hát most azt mondtam volna egy pár évvel ezelőtt, hogy leginkább az idősek, meg a legfiatalabb generáció, most azt mondom, hogy mindenki veszélyeztetett. Az online csalásoknak bárki lehet áldozat, aki az online térben él és mozog, és onnan rendel bármit, onnan vásárol bármit, vagy egyszerűen csak valamilyen banki ügyintézést próbál elintézni, vagy bármi olyan tevékenységet, az adatait megadja például. Tehát azt kell mondani, hogy bárkit veszélyeztethet ez a fajta lét, ezért nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, mit lehet tenni annak érdekében, hogy ne legyen senki ilyen bűncselekmény az áldozata. Mi az, amire fel kell figyelni egy-egy helyzetben? Nyilván azért vannak életszerű dolgok, vagy életszerűtlen dolgok. Hogyha valaki nem játszik semmilyen szerencsejátékot, aztán jön egy üzenet neki e-mailbe, hogy ő most nyert ezt, vagy azt, vagy a külföldi utat, vagy bármilyen nagyobb pénzösszeget, de előtte utalnia kell X összeget, vagy esetleg bitcoint valamilyen által ismeretlen személynek, akkor gondolhatja azt, hogy csak józan parasztésszel, hogy ez nem lehet igaz. Nyilván, hogyha a személyes adatokat kérik online módon, tehát e-mailben, hogy adja meg, folyószámla kivonatokat kérnek, vagy folyószámla számokat kérnek, vagy bármilyen tranzakciót akarnak így ki elérni az ügyféltől, vagy a átlag állampolgártól, akkor azt végig kell mérni, hogy azt tudjuk, hogy ezek általában személyes ügyintézések történnek, ezek az adatok a személyes szenzitívek, ezeket nem kell megadni, nem szoktuk megadni senkinek, egy személyhez köthetőek, tehát itt azért erre lehet gyanakodni.
Nyilván a vásárlások esetében pedig csak, ezt mindig unos-untalan hangsúlyozzuk, hogy csak megbízható weboldalról lehet vásárolni. Magánszemélytől vásárolunk, akkor ne utaljunk előre, lehetőleg utánvétellel történjen, vagy győződjünk meg valamilyen formában, hogy akkor az a vásárlás az ténylegesen meg fog történni. Tudom, hogy nehéz, és tudom, hogy futásszolgálat után például nehéz meggyőződni arról, hogy amit vásároltak, az valóban az a termék, de azért érjünk csak egyszerű, normális, átlag, józan parasztisztel gondolkodva, azért ezeket el lehet kerülni, vagy meg lehet előzni. Amiről muszáj még beszélnünk, az a közösségi felületek és a gyerekek, kiskorúak. Igen, ez sajnos ez egy nagyon érzékeny téma. Ugye korábban arról beszélhettünk volna, már ilyen nagyobb távlatban gondolkodunk, hogy alapvetően ez a cyberbullying, a internetes zaklatás, ami iskolában történik, vagyis iskolai időben történik, vagy iskolai időn kívül gyerekek között, akik ismerik egymást, vagy nem ismerik egymást, ez vitte úgymond a prímet. Azért azt lehet látni, hogy az elmúlt időszakban a gyermekpornográfia is sajnos megszaporodott, tehát szinte majdnem minden héten van 2-3 olyan feljelentés megyénkben, ami arról szól, hogy valakinek a gyermekeit interneten keresztül ilyen vagy olyan képeket kérnek, vagy küldenek neki. Tehát azt is lehet látni, hogy ebben is van egyfajta változás. Korábban ez a bántó jelleg, ami kifejezetten egymás irányába irányult, akik esetleg ismerték egymást, most azért ismeretlenek kerültek előtérbe, akik nem ebbe az irányba mozdultak el, hanem sokkal inkább ez a pedofília, meg hasonló kategóriába. Tehát ez egy nagyon-nagyon veszélyes és ingoványos terület. Ezt csak úgy lehet egyébként kezelni, hogyha a szülőnek és a gyermek között van egy olyan megfelelő bensőséges kapcsolat, hogy azonnal elmondja, hogyha valami történt vele, illetve nagyon fontos, hogy legyen egyfajta kontroll. Ha valaki a gyermekét engedi internetezni, tudjuk, hogy szinte kötelező jelleggel, hiszen a tanulmányanyagoknak az elsajátítására szükséges, de mégis legyen egy kontroll, egy felügyelet, hogy mennyit internetezhet, és mit nézhet egyáltalán az interneten. Ettől függetlenül azért a gyerekek egymás közötti bántalmazása, ilyen formában történő bántalmazása még mindig jelen van. Abszolút megvan továbbra is, csak ugye, ahogy mondtam, kiteljesedett ez a terület, de az a jó hír talán, hogy ha a gyermekek egymás közt mondjuk úgy zaklatják egymást, akkor ez sok esetben látenciában marad, tehát a pedagógusok, a szülők, a család bevonásával, az iskola bevonásával nem biztos, hogy büntető feljelentés lesz a vége, hanem lehet, hogy rövid úton ezt ők megoldják egymás között. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a rendőrségnek, illetve a bűnmegelőzési osztálynak ebben is van komoly feladata. Igen, hát igazából az, ami megnehezít a dolgunkat, hogy tulajdonképpen tekintettel arra, hogy mindenki veszélyeztetett az internet felhasználói közül, nekünk minden egyes réteget meg kell szólítani korosztálytól függetlenül, és ez komoly kihívások elé teszik a kollégákat, és nyilvánvalóan másképpen kell megszólítani egy fiatalabb generációt, mint egy idős vagy egy szépkorú embert, úgyhogy nekünk alkalmazkodni kell ezek a kívásokhoz. Bevallom őszintén, mi is tanuljuk még sok szempontból, hogy hogyan lehet ezt leghatékonyabban végrehajtani, de hát nincs választási lehetőségünk. Gondolom, talán a pedagógusok továbbképzése vagy ilyen szakirányú felvilágosítása nagyon fontos. Nagyon fontos, hiszen nélkülük azért ezt tudjuk jó, hogy nem tudjuk ezt eredményesen végrehajtani. Ha már itt a különböző korosztályok merültek fel, nyilván az idős korosztály, akik mindig is jobban kivoltak téve különféle bűncselekményeknek, bár gondolom, hogy ez is azért változik. Igen, tény is való, hogy a mai szépkorú generáció azért már nem az, mint ezelőtt 50 vagy 60 évvel, egy teljesen kitágult látásmóddal rendelkeznek, nyilván őket is meg kell szólítanunk, de azt kell mondjam, hogy sokszor az a tapasztalatunk egy-egy személyes jelenléttel tartó idősek otthonában tartandó előadáson, hogy azt mondják a szépkorúak, hogy vele ez nem fordulhat elő, meg hogy tudott valaki beleesni egy ilyen vagy olyan csapdába, és aztán azt veszük észre, hogy mégiscsak bele tud ő is esni. Tehát ez egy kicsit ilyen sziszifuszi munkának tűnik, de hát ez megint egy olyan dolog, hogy ezt nekünk végeznünk kell, független attól, hogy most éppen mindig van néhány olyan eset, amit el lehetett volna kerülni. Működik még az unokázós csaló történet? Próbálkozások vannak. Ugye volt néhány évvel ezelőtt egy egész komoly sorozat itt Nyíregyházán is, amit sikerült felgöngyölíteni. Azóta volt néhány kísérlet, de érdemben azt tudom mondani, hogy most ez gyakorlatilag a mi megyénkben legalábbis ez teljesen visszaszorult. Ha már itt különböző korosztályok, majd csapogunk egy kicsit a különböző korosztályok között, de a fiatalokat érinti elsősorban a drogprevenció, ami szintén egy fontos feladata, fontos szegmens a rendőrség munkájának. Valóban így van egyébként, és sajnos a kiberbiztonság mellett talán ezt tudom leginkább kiemelni, és tényleg aláhúzni nyomatékosan, hogy leginkább a fiatal generációkat érinti, ebben rengeteg tennivalónk van. Azt is látjuk egyébként így, hogy most ha már itt távlatokról beszélünk, megint csak 10 év távlatából,
hogy azok a módszerek, amelyeket korábban alkalmaztunk, hogy a rendőr kiment egyenruhába, egy középiskolába, és azt mondta, hogy na, akkor ne drogozatok, mert az bűncselekmény, az valószínűleg ilyen mosolyt vált ki. Tehát nekünk is teljesen másképp kell őket megszólítani, azokkal a módszerekkel, azokkal a finom fogásokkal, amivel érdekesebbé lehet tenni ezt a témát, amivel magunkra tudjuk irányítani a figyelmet, és amivel kellően elrettentőek tudunk lenni. Nem könnyű, hiszen ez a generációnak, ennek a generációnak a figyelmét lekötni húzamosabb ideig, akár egy tanóra keretében azért az nem egyszerű, és tényleg megkökkentőnek kicsit ki kell zökkenteni ebből az állapotból őket, hiszen sokszor tudjuk, hogy kíváncsiságból indulnak meg ebbe az irányba, ha lehet így fogalmazni, de hát nyilvánvalóan ebbe is meg kell tenni, amit meg lehet, és követni kell a kort, az új trendeket, és olyan módszereket kell alkalmazni, amelyekre el lehet érni minden egyes fiatal. Mik ezek a módszerek, amivel akár ilyen aha élményt lehet egy fiatalnál elérni? Nagyon nagy szerepe van a vizualitásnak, tehát az, hogy kimegyünk előadást tartani egy iskolába, és arról beszél valaki, hogy nem szabad drogozni, ez nem jó, mindenféleképpen kellenek olyan tematikák, amelyek be tudunk mutatni ténylegesen PPT formátum, videó formátumban. Az már egyébként elavult, hogy most kiviszik a drogtáskát, és akkor kinyitjuk, hogy ezek a drogok, nézzétek meg, sőt, egyes szakmai állásfoglalások szerint ez nem is jó, mert hogy tippet adunk esetleg arra, hogy mit lehet. Mindenképpen itt ez nekünk is fel kell nőni, vannak különböző képzési tréningek, pont a bűnözési tanácsnak a jó voltából is, amelyek sajnos az online térben mozognak most az elmúlt időszakban a COVID miatt, de nyilván valóban ez fog változni majd. Hát ezekkel próbáljuk magunkra a figyelmet magunkra vonni, és kellő módon felvértezni a fiatalokat arra, hogy azért ez nem egy olyan jó hetsz, amit kipróbálunk, aztán abba hagyunk, és akkor ennyi volt. És ki tudja, mi lesz a következménye, és mi a hosszú távon. Egy valamiről még feltétlenül beszélnünk kell, mert nagyon rövid már az időnk, viszont nagyon aktuális az álladománygyűjtésekre felhívni a figyelmet. Most itt akár a háború kapcsán nagyon sokan megindultak, és feltoló mindenkiben az adakozási hajlam és kedv. Mi az, amire oda kell figyelni? Nagyon fontos dolog, hogy az adománygyűjtés az jogszabályi keretek között zajlik. Tehát, hogyha valaki az utcán megy, akár a sétáló utcán, Nyíregyházán, és valaki elé áll, hogy akkor adomány gyűjt, akkor azt tudni kell fényképes igazolvánnyal igazolni magát, hogy ő melyik szervezethez tartozik, kinek a nevében gyűjti. Készpénzt helyszínen sosem adjunk át, kérjünk folyószámlaszámot, kérjünk csekket, amin be lehet fizetni. Nyilvánvalóan, hogyha már folyószámlaszám van, meg csekk van, akkor az látható módon nem egy klasszikus átverés, tehát ez azért szerveznek kell lennie. Meg kell győzni azt, hogy melyik honlap tartozik ahhoz a szervezethez, fel kell menni, meg kell tekinteni, hogy pontosan miről is van szó, és ennek tudatában tegyünk. Hogyha valaki úgy gyűjt adományt, hogy mint a házalóárusok, tehát elmegy a lakótelepre és becsenget mindenhol, ugyanez van, készpénzt senkinek ne adjunk, kérjük el az igazolványt, mutassa meg, hogy ő tényleg ehhez a szervezethez tartozik, és járjunk utána így módon a saját magunk kis eszközeivel, mielőtt adakoznánk, amit persze támogat mindenki, csak átgondoltan tegyük meg. És akkor még mindig csak reménykedhetünk abban, hogy az a bizonyos szervezet valóban arra a célra fordítja, amire mi adtuk. Dr. Kovács Attila, nagyon szépen köszönjük, hogy mindezeket elmondta nekünk. Az egykori zsidó hídgyülekezet tiszteletére avattak emléktáblát és nyitottak meg kiállítást Demecserben. A településen egykoron aktív közösséget alkotott a zsidóság, akik azonban 600 ezer más magyarhoz hasonlóan az 1944-es holokauszt áldozataivá váltak. Az eseményen a Magyar Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a több mint 70 évvel ezelőtt történtekre a történelem oktatásban is nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Demecser művelődési házában az egykori helyi zsidó közösségnek állít emléket ez a kiállítás. A molinókon megírt szövegek és képek illusztrálják azt, hogy mit tett hozzá az egykori zsidó lakosság a település kiépüléséhez. A hídgyülekezet 1890-től az 1944-es deportálásokig izraelita népiskolát is működtetett Demecserben. Ezen a helyszínen emléktáblát is avattak a holokauszt helyi áldozatainak. A mai napon Demecser egykori zsidó lakosságra emlékezünk emléktábla avatással, kiállítással, koszorúzással és emlékfaültetéssel. A zsidó lakosság településünk gazdasági, társadalmi, kulturális és szociális életében kiemelkedő és meghatározó szerepet töltött be az 1770-es évektől 1944-ig. Gondolunk rájuk, mert tiszteljük őket, tiszteljük, mert tiszteletre méltó életútról adtak tanúságot. Demecser város gazdag történelmi múltjának feledhetetlen szereplői voltak.
Demecserben a zsidó közösség tagjai többek között szatúcsboltot, cipészetet és pékséget is üzemeltettek, mondta el a Mazsihisz elnöke az eseményen. Tragédiájukat jól szemlélteti, hogy a településről összesen 142 polgárt hurcoltak el Auschwitzba. A II. Világháborút követően mindössze 18-an tértek vissza, 1963-ban pedig megszűnt a helyi közösség. A ma már városi rangot kapott településen 1770 óta élnek zsidók. A település életében aktív szerepet vállaltak, mint ahogy polgármester úr is mondta, kereskedők, iparosok és földbirtokosok. Munkájukkal hozzájárultak Demecser fejlődéséhez. Drámai az a levélrészlet, amit az akkori főjegyző, a nagyságos főszolgabíróhoz intézett 1944-ben. Idézem, 91 hold igényben nem vett földterület, 10 szatócsbolt, egy rőfösbolt, 2 szikvízüzem, egy órás műhely, 3 bádogos üzem, 2 szabóság, 2 cipészműhely és egy pékség felszabadult. Magyarán tulajdonosaikat és családjaikat deportálták, vagyontárgyaikat szétosztották. 142 demecseri polgárt gázosítottak el Auschwitzba, a háborút követően összesen 18-an tértek haza, és 1963-tól már megszűnt a helyi közösség. A történelem könyörtelen, a dolgok visszafordíthatatlanok. Kérdés, hogy nekünk 21. századi magyaroknak, zsidóknak és nem zsidóknak, van-e tennivalónk ebben az ügyben? Úgy gondolom, van. Mindannyiunk kötelessége az utódok felé jeleket hagyni. Jeleket hagyni arról, hogy egykori Demecserben virágzó zsidó élet volt. Jelet arról, hogy a zsidók és a nem zsidók közös élete, szimbiózisa milyen értékeket hozott létre. És jeleket az utókornak. Fontos, hogy helyeken legyenek emléktáblák, vagy legyenek botlatókövek, vagy végezzenek kutatásokat, ez mind-mind fontos kötelességünk. És a jelhagyás mellett a másik pedig az oktatás, a tanítás. Fontos tanítani. A felnövekvő korosztályoknak tudnia kell arról a sötét korszakról, amelyikben csak azért öltek meg 600 ezer magyar állampolgárt, mert zsidóvallású volt, amelyikben esztelenül és értelmetlenül pusztult el a százezernyi, a Doni hadsereg több mint százezernyi fiatal magyar katonája, amelyikben megsemmisült, mert lerombolták az ország iparát, felrobbantották a Duna gyönyörű hídjait, és iszonyú szenvedéseket okoztak sok százezernyi zsidó és nem zsidó családnak. Mert zsidók és nem zsidók közötti megbékélés alapja egymás fájdalmainak elismerése, ami soha nem annak relativizálását jelenti. Demecserben az 1944-es év kezdetén még 52 diák tanult az izraelita népiskolában. A zsidó közösség egykori építő munkájának tiszteletére 2 történelem szakos tanár és 10 diák kezdett kutató munkába még évekkel ezelőtt. Ez adta a most bemutatott kiállítás alapját is. Nagy Enikő felidézte, Demecserben több mint 10 zsidó család vált a zsidó törvények és a holokauszt áldozataivá. 1891 olyan időszak, amely a felemelkedés időszaka. Amikor felekezeti hovatartozástól függetlenül az emberek egymás mellett tudtak élni, egymás társai tudtak lenni. 1890-ben a demecseri zsidó elemi népiskola is saját épületet kapott. Emlékezzünk hát ma arra a dr. Nagy Dezsőre is, aki az egykori budapesti Lipótmezei Elmegyógyintézet igazgatóhelyettes főorvosa volt, s aki az iskola felépítését telek adományozásával tette lehetővé. A beteg lelkek orvosa segített hajlékot emelni az apró emberek egészséges lelkének nevelésére, fogalmazott Krausz Jakab, az elemi népiskola egykori tanítója. 90 évvel ezelőtt, 1932-ben ugyanitt, ebben az iskolában egy díszközgyűlés méltatta így ezt az adományt. Az iskola története azonban 1944-ben megszakadt. Ekkor 52 diákja, egy tanítója volt. A mai napon nekik is emléket állítunk. De emléket állítunk azoknak az embereknek is, akik a 18. századtól jelen vannak településünkön, és akiknek a lélekszáma a 19.-20. század folyamán több mint 300 fölé emelkedett.
Ez a közösség hitközséget alapított, zsinagógát épített, iskolát működtetett, s a község életében igen aktív szerepet töltött be. Emlékezünk ma italmérőkre, vaskereskedőkre, terménykereskedőkre, orvosokra, földbirtokosokra, az első világháborúban harcolókra. Emlékezünk a Baumann, a Berger, a Blum, a Braun, az Ehrenreich, a Glück, a Grossmann, a Klein, a Löwy, a Gross, a Roth, a Schwarz, a Weiss családokra, akik sorsa 1938-tól fordult rosszra. Magyarországon ugyanis az úgynevezett zsidó törvények fokozatosan kiszorították az ország zsidó lakosságát a politikai, kulturális, gazdasági és társadalmi életből. Az 1938-as törvény diszkriminatív foglalkozási tilalmat vezetett be. Az egy évvel később kihirdetett úgynevezett második zsidó törvény számos értelmiségi foglalkozás gyakorlását egészen megtiltotta számukra, más pályákon pedig az előző törvényhez képest is lényegesen szűkebbre szabta tevékenységük lehetőségeit. Az úgynevezett harmadik zsidó törvény a németországiakhoz hasonló fajvédelmi rendelkezéseket vezetett be. Egy további törvény, amelyet annak idején sokan negyedik zsidó törvénynek is neveztek, a zsidók tulajdonszerzését korlátozta. Minden a német minta szerint történt Magyarországon is, csupán némi időbeli eltolódással. Emlékezünk tehát azokra a demecseriekre, akiktől a hatóságok visszavonták az iparengedélyeket. Szatócsokra, fakereskedőkre, órásokra, bádogosokra, szabókra, cipészekre, pékekre. Emlékezünk azokra, akiktől a földbirtokokat elvették, akiknek napi megélhetését lehetetlenné tették, akik pogromok elszenvedőivé váltak, akiket 1941-től munkaszolgálatra hívtak, s akiket egy bőröndbe csomagolt élettel előbb varjúlaposra, majd Auschwitz-Birkenau-ba szállítottak. A német megszállás után ugyanis az új, elkötelezetten német barát kormány, amelynek több tagja antiszemita, a zsidók iránt határozottan ellenséges volt. Már 1944. március végén, április elején eldöntötte, hogy a zsidó kérdést a németek elképzelései szerint és velük együttműködve oldja meg. Rendeletben írták elő a zsidók összeköltöztetését, a gettósítást. A vidéken felállított gettókból hivatalos kimutatások szerint összesen mintegy 437 ezer főt szállítottak el, teher- vagy marhavagonokba zsúfolva, köztük voltak a demecseri zsidók is. A legtöbb deportáltat Auschwitzba vitték, de sokan kerültek közülük Auschwitzból más lágerekbe. Auschwitzban a magyarországi zsidó deportáltak közül mintegy 350 ezer vesztette életét, köztük az anyakönyvek adatai szerint 146 demecseri. Az eseményen résztvevők koszorúzással is emléket állítottak az elhurcoltaknak. Nyíregyháza érdekében végzett közéleti és önkormányzati munkája, valamint a helyi egyházi oktatás újjáépítését segítő tevékenysége elismeréseként Áder János köztársasági elnök a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta Tormási Géza önkormányzati képviselőnek, a Város Stratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnökének. A megyeszékhelyen 32 éve közéleti szerepet betöltő díjazott a vendégünk. Jó estét kívánok, köszöntöm, és szívből gratulálok az elismerésre. Egy picit tekintsünk vissza erre a több mint 30 évre, hiszen egy 30 éves, több mint 30 éves munka eredménye lett most ez a szép elismerés. Hogyan indult? Hát ez 90 őszén indult, amikor az első önkormányzati választáson sikeresen vettem az akadályokat. Ugye akkoriban még két fordulós volt a választás, és neki kezdtünk egy olyan munkának, amit akkor még nem láttunk, hogy mivel fog járni. Milyen indítatásból vágott ennek neki? Az igazság, hogy soha nem akartam közéleti szereplő lenni, aztán az élet mégis így hozta. Végül is megkérdezték, hogy, illetve feltették a kérdést, hogy magyar embernek érzem magam, hát mondom természetesen. Hát akkor ideje, hogy ide is oda tegyük magunkat, és ez vezetett oda, hogy végül is elvállaltam azt, hogy indulok a választásokon. Mi volt igazán a szívügye? Mi volt az, ami területen
legszívesebben? Én alapjelvűen műszaki területen dolgoztam, ugye mérnök végzettségem van, geológus mérnök vagyok. Akkoriban is vízműnél dolgoztam, és így a Városüzemeltetési Bizottsági elnöki pozíciót kaptam meg, és vittem több cikluson keresztül. Mik voltak a legfontosabb elképzelései, amit szeretett volna megvalósítani ebben a városban? Alapjában véve a cél az volt, hogy egy élhető város legyen Nyíregyháza, és azt hiszem ezt a célt valamilyen szinten sikerült is elérni. Ugye az első ciklusban ott voltak azok a akkori tanácsi cégek, megyei tanácsi cégek, amiknek az átalakítását el kellett végezni, és ezt úgy hiszem, hogy sikerrel abszolváltuk. Mennyire tartja biztonságosnak Nyíregyháza a közműellátását? Én azt mondom, hogy per pillanat biztonságos. Ez az év sokkal nehezebb lesz, mint az eddigi, ugye mindenütt hallani lehet az energiaárakról, és az egyik ilyen tényező, ami befolyásolja ugye egy cég gazdálkodását, az energiafelhasználás, de maga a vízművek, a technológia, a humán erőforrás per pillanat minden megvan ahhoz, hogy nyugodtan ihassunk a vízből, illetve a kollégák a csatornaszolgáltatást tudják nyújtani. Akkor a következő pár évnek megvan a feladata? Meg bőven. Mindemellett az egyházi oktatás is a szívügye. Így van, az első ciklusban Nyíregyháza volt az első városok között, aki az egyházi vagyont visszaadta. Ugye ezek a vagyontestek zömmel oktatási célt szolgáltak. És a baráti kör is, ahogy összeült, úgy láttuk, hogy célszerű lenne egyházi iskolát, iskolákat itt létesíteni Nyíregyházán, egy keresztény értelmiség kinevelése okán, és ez végül is hál' Istennek sikerült, hisz most már minden egyes történelmi egyházi felekezetnek óvodája, iskolája, középiskolája van a városban. Kiszámolta már így nagyságrendben, hogy körülbelül hány gyerek kapott ilyen irányú oktatást? Megmondom, hogy szintén nem, mert de több ezer. Mi az, amit igazán nagy eredménynek értékel az eddigi pályája során? Hát a magánéletben, hogy van egy gyönyörű családom, 5 gyermekem, 13. unokát várjuk, a közéletben pedig az, hogy sikerült egy olyan várost, illetve kultúrát itt kialakítani, ami fenntartható, és a város per pillanat is gyönyörűen fejlődik, azt hiszem, ezt mindenki konstatálja. Ha már a családját szóba hozta, ők hogyan tekintettek arra, hogy az édesapa a rendes napi munkája mellett azért jócskán vállal közéleti szerepet, és ez nagyon sok időt igényel. Feleségem, mert erről én nekem már nem rém lett, hogy az első ciklusban viszonylag keveset voltam otthon. Mondjuk a gyerekeket vittem, hoztam óvodába, iskolába, de utána az esti műszak az a feleségemre jutott. Hogyan tekint erre az elismerésre, erre a díjra, amit most megkapott? Nagyon megtisztelőnek tartom, és köszönöm azoknak, akik rám gondoltak ilyen téren, mert jól esik az embernek, őszintén megmondom. Hogyan tervezi a jövőjét? Hát ember tervez, Isten végez, meglátjuk. Egyelőre ugye folytatom a képviselői munkámat, 2024-ig szól a mandátum, és utána meglátjuk, hogy mi lesz későbbiekben. De még az is lehet, hogy újraindul? Ezt még nem tudom megmondani. De nem kizárt, de az se kizárt, hogy 34 év elég lesz. De egyelőre ebben még döntés nem született. Még rá is ér vele. Tormási Géza, még egyszer gratulálunk ehhez a nagyon szép elismeréshez, és jó egészséget, sok erőt kívánok. Nagyon szépen köszönöm, viszont kívánom önnek is. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb húsvét hétfőn jelentkezünk új adással, amikor a Máté Szalkai Szakképzési Centrum fejlesztéseiről és a nyírbátori Báthori István Múzeum korszerűsítéséről lesz szó. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!